Hi, hi. Hova? Oh. Megvonna a 200 ezer? Nem sokára oké lesz. Köszönöm. Minek is mész Amerikába? Hogy amerikai legyek. 40 dek a Párizsit kérek. 20 dek a Párizsit kérek. 10 dek a Párizsit kérek. Ezzel 137 forint lesz. 137 forint, pont 137. Na hát, tudja, hogy ez a 137-es szám, ez a modern fizikának, a kvantumelméletek és az atomfizikának talán a legfontosabb száma. Hogy ez a szám az, amely valahogy összeköti az időtlen örökké valóságot tér nélkülit a mi fizikai világunkkal. Adná oda a ceruzát egyébként? 1 per 137-ből a 137-et, hogy azt mondta, hogy ez egyenlő a 16-szor 16-tal osztva 2-vel, plusz a 16 per 2-vel, ugye itt már csak egyszer szerepel a 16 plusz 1. Na most, ha megnézi ezt a 16-szor 16-ot, akkor láthatja, hogy itten alapvető világszimetria van, mert ugye 16-ból áll a Dirac operátor is, de hát az egész zsidó keresztény misztika tele van a 4x4-esekkel, az Ezékiel víziójában ugye ez az alapszám, ott van a négy lelkes állat, az oroszlán, a sas, az emberarcú lelkes állat, ugye, és a bika. Egyébként aztán a Jung ugye például megemlíti a Yale Lectures-ben, amit a Yale-en tartott 937-ben vagy 38-ban, már nem emlékszem pontosan, hogy az ilyen Ezékiel típusú szimmetriák nagyon gyakran előfordulnak a neurotikus vagy hát elmebetegségre is hajlamos, de egyébként jól kezelhető páciensek álmaiban teljesen spontánul, anélkül, hogy ők ezt tudnák-e, hiszen nagy részük ezt nem is olvasta, mert ma már ezt ugye nem nagyon olvassák. Tudod, hogy van a szíves játék? Tedd fel a tétet! Csak kicsit nyomjál! Marad már eszőben! Beíró, 70 ezeret kifizetni! Tessék! Grazie! Thank you.
ma mit akar elhitetni velem? Ha mennél hideg szélben, a réten át, rád adnám kockás takaró, öleljen át, öleljen át. S a körül zúgna sorsvihar, rémségesen, rémségesen, szívemben volna házad, oszd meg velem. Oszd meg velem. Volna köröttem zord vadon, sötét veszett, mennyország volna nékem az, együtt veled, s ha volnék minden földura, az ég alatt, koronám legszebb égköve, volnál magad, Nem sokára megyek Amerikába. Hova? Amerikába. Jól hangzik. Amerikába én is elmennék, csak az a baj, hogy... Hogy? Nem bírok, mert nekem nem jó a lábam. Nem baj, mama, majd visszajövök és kiviszlek a karomban. Karodban. Uh-huh. Nem jó. Én sztár lehetnék Amerikában, meg te is. Két sztár nem fér el egy Amerikában. Nem, nem, hanem bizniszmen. Bizniszmen. Ez jó. Várjál. Amerikában az érdemes elmenni, mert ott nem ilyenek vannak, mint itt. Ott amerikaiak vannak. Nem. Ott másmilyenek vannak. Habár... Ha belaszonyák, hogy... Na jó. Mi történt? Semmi. Good morning. Good evening. I'd like a toothbrush. Nylon all natural. Megnézed a lovakat? Igen. Nylon, please. And what color? Ószer van? Van. Egyet kérek. 95 forint lesz. Köszönöm.
teszi. Egyes, négyes, 28, kettes, nyolcas, 45, négyes, ötös, 70, hetes, nulla, 81, nyolcas, egyes, 61, hatos, egyes. Bingo! Bingo van. Gratulálunk, bingo nyertesünknek, nyereménye 24.480 forint, van még bingo. A bingo nyereményt lezártuk, következő játékunk 100 forintos. Hölgyeim és uraim! Azok számára, akik először játszanak velünk, ismertetem a szabályokat. Tehát 50, illetve 100 forintos kartonnal vehetnek részt a sorsoláson. A kartonokon három sorban 15 számok találnak, amelyek csak is az önök kartonján szerepelnek. A sorsolás autónak... Estét kívánok! Hányat parancsol? Nem kérek. A veszít pontot nyerő számokat... Tizet. Tizet? Csalás, tévedés. Igen, tizet. Az első nyereménykipus a vonat. Ehhez az szükséges, hogy a kartonjain valamelyikén egy sorban találják meg a kisorsolt számokat. A második maga a bingó. A bingót az viszi el, akinek kartonján mind a 15 kisorsolt szám szerepel. Végül extra bingót nyer az, aki 40 kisorsolt számot tud elmutatni a kartonjain. Hölgyeim és uraim, sok szerencsét! Rátérünk a következő játékunkra. Az eladott kartonok száma 1176 darab. Vonal nyeremény 5880, bingó nyeremény 47.040 forint. Az első szám 11-1-1-es. 55-5-5-ös, 33-3-as-3-as, 16-1-es-6-os, 80-8-as-0, 41-4-es-1-es, 65-6-os-5-ös, 14-1-es-4-es, 23-2-es-3-as, 44-es-0, 71-7-es-1-es, 66-os-0, 32-3-as-2-es, 45-4-es-5-ös, 67-6-os-7-es, 18-1-es 8-as, 44-es 0, 47-4-es 7-es. Bingo! Bingo van. Egy gazdag angol báró szegény leányt vett nőül, de csalódott és csakamar elvált tőle oly föltétel mellett, hogy annyi 1000 forint évi járadékot ad neki, amennyi mérföldre tőle eltávozik. A nő tüstént 200 mérföldre utazott férjétől, és a dús angol örömmel fizeti a forintokat. A nő pár év után férjével áttelepben fogadott szállást, és árnyékgyanánt követte. A szerencsétlen férj végül főben ütte magát. Mama! Hoztam süteményt. Nekem. Neked. Tudod, mi jutott eszembe? Ha figyelsz? Az, hogy apa mit szólt volna ehhez? Szerinted? Persze ez már más, nem?
Vigyázz! Kész! Rajt! Batthyány 21-41! Deák 41-04! Egy 12-68, Kossuth, megcsináltad! Biztos voltam, hogy ma rekordot javítok. Nagyon oké voltál. Na. Jaj. Oh. 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 Jaj, jaj. Így nem jutsz Amerikába. Da. Na. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. What's your job? Do you like your job? Miért beszélsz magadban? Tessék? Miért beszélsz magadban? Angolul tanulok. Nem sokára megyek Amerikába. Amerikába? Repülővel? Repülővel. A nagypapám is volt Amerikában, de ő hajóval ment, mert ott muzsikált. Volt egy zenekara. Majdnem milliómosok lettünk, mert volt egy dal, amit ő írt. Egy gyönyörű dal. És meg akarta venni egy híres amerikai filmrendező. De ő azt mondta, nem adja el, mert azt a családjának írta. Néha el szokták játszani. A nagymamámnak. Otthon. És te mit dolgozol? Benne vagyok egy-két kemény dologban. Szerencsejáték meg ilyesmi, de te ne foglalkozz ezzel, Csipisz. Csipisz? What does Chipis mean? Ha én kimegyek belőle, milliárdos lesz, az biztos. Aha. Ki volt ez a Görgei Artúr? Valami hős. Vagy áruló. Júlia. Megyek. I am a businessman. I am a postman. Részvétem.
Minőség megőrzi 4. hó 12-éig. Ez pedig eltartható vagy 40 napig. Ez is eltartható másfél évig. Ez sem korlátlan ideig őrzi meg minőségét. És ez is. Csak néhány nap. Úgy látszik, hogy minden, ami anyagi, előbb-utóbb az enyészeté lesz. Van benne valami, ami miatt nem tartható sokáig. Vagy éppen hiányzik belőle valami, ami nélkül szintén nem tartható sokáig. És így vagyunk ezzel, a testünkben is. Nem tartunk örökké. Megbetegszünk, megöregszünk, és meghalunk. Nem fordítható vissza ez a folyamat, nem is állítható meg egyáltalán. De az emberi lélek arra van teremtve, hogy a szeretet biztonságában éljen, hogy hűségben, megbecsülésben és igazságban éljen. És éppen ezekben a napokban lábbal tiporjuk ezeket az igazi értékeket. Törékeny a hűség, nem állandó a szeretet, kihűl minden jó kapcsolat. Ha ha ha!
volt.